A videóhoz felhasznált kártyákat az ITC Shop biztosította. www.itcshop.hu Link a leírásban. Üdvözlök mindenkit ez itt a Trading cards és ismételten ITC shop kapható pakkokkal megyünk tovább. Ráadásul nem is egyel, hanem hárommal egy elég durva 34 kártyás mega csomaggal, illetve kettő darab ilyen standard. Ezek tényleg bárki által megvásárolható, már úgy értem, hogy akár csak bedobjuk a kosárba, mert annyira olcsók, egyszerűek, pár száz forintba kerülnek, értelmszerűen nem is tartalmaznak olyan sok kártyát, viszont ha hokis, minőségi prémium lapokra vágynátok, akkor viszont itt is vannak, úgyhogy a hátulján szépen le van írva, hogy hivatalos liszenz, a perdek, a gyártás, a kiadás, ők azért elég jó otthon vannak az ilyen mvp és pakkokban nem ez az első szériájuk, viszont ez a legfrissebb, a 2020-21-es. Itt pedig az esélyek részletezve, hát van 2500 az egyhez az esély, meg még több, elképesztő. Úgyhogy én csak egy ilyen kis fán csak úgy szeretnék megnézni veletek, és reméljük, hogy jön valami jó közbe. Illetve lessük meg, hogy mit tudnak a legújabb 2020-21-es MVP NHL kártyák. Így néz ki az első, Jonathan Quick, nagyon jól néz ki. Van egy pici lakkozott bevonata a kártyának, ezért ilyen fényt tükröző képessége is van, de tényleg jól néz ki egyébként. Na, ez még királyabb, itt ugye a kapusról van szó, itt már egy konkrét mezőnyátékos, Coil, majd egy ilyen nagyon szép színányalatú, picit más, rookie. Red Wings lap, Linston, hát természetesen prémium kártyáknál megszoktuk már, itt is részletes adatok az eddigi karrierjükről, mindenféle infókkal, tök jó. Miller, ó, uh, nagyon megy a csávó, még a ütőt is fölfelé tartja, tényleg beindult, majd utána egy Danny, de Kaiser, nagyon király, Red Wings MVP, ezek közül ez a Róki lap, ez nagyon szép. Tetszik ez a kékes zöldes színány amit megkapott. Nagyon király. Úgyhogy őt rakjuk így előre. Tehát ez volt ebbe a kis csomagba. Nézzük a másik kis csomagot, és a végén pedig megnézzük majd a jó nagyot. Úgyhogy a lapokra, a bontásnál. Így fordítsunk egyet. Nagyon szép. Alex Kilorn. Majd utána egy Simons. Egy Clefbo. Wow, itt valami picit más. At az elején rá van írva, hogy 119 MVP hoki. Érdekes. Wow, mennyire speciális, azt figyeljétek. A hátulja talán egy ilyen több képből álló jelenetet rakhat ki. Én legalábbis így látom elsőre. Ez tényleg egészen jónak mondanám. Cassian és Zucker, a másik kettő játékos. Én ezt raknám előre. Ez picit azért speciálisnak mondható. Eltért a többitől, tök jó. Úgyhogy egyelőre így nézünk ki. Ezt ki is rakom ide a szélére. Illetve a másikat is. És akkor nézzük is meg, hogy a fő attrakcióba a 34 kártyás csomagba. Egyébként ennek se horror az ára, ugyanúgy ott vannak az esélyek. Tehát pár ezer forint ezt is meg lehet venni, aki tényleg hokis kártyák gyűjtögetésébe kezdene bele. Nézzük is meg, ebben remélem, hogy lesz valami igazán szép kártya, mert ez a csomag ennyi kártyával azért hát elég brutális hogy mindjárt meg is nézzük, hogy mik vannak benne. Szép a csomagolása egyébként. Ez jöhet ide középre. Kucserov, Nikita, ráadásul, Lightning. Majd utána ott a Post is csapat, Post egyébként, ezt nem mondtam, de értem, szó, adja magát. Majd utána egy Gabriel, Kasperi, Kapanen, Leine, Johansson, Forsberg, tipikus svéd név, ugye ők is azért jelen vannak az amerikai profi hoki ligába. Majd utána egy kapus megint, de jól néznek ki. Nagyon rendben vannak, szépek ezek a lapok. Hát meg a hoki sérába azért az, hogy így belerakják a teljes figurát, ezeket mindig nagyon szeretem. Nem csak így ki van vágva egy részlet, hanem konkrétan majdnem, hogy itt álló képet kapunk, csak ugye beletakar a neve de teljesen jól néz ez itt ki. Smith, és ott vannak különlegesebb, ahó, na még egy ilyen, hát ilyen zöldes, John Tavers. lap, majd utána egy Ruki, Anthony Angelo, ezek szépek, ezeket külön is teszem, majd utána egy Slevin, egy Radulov, csoda nevek, Kopitár, Pacioretti, wow, Johansson, Legalább duplikáltak nincsenek, azokat nézem egyébként. Azért is, mivel hogy több pakot bontunk, simán előfordul, hogy a standard szériába nyitunk egy duplikáltat. Manthá Drone, majd utána egy záják, Zayak, Brinkát, Debrinkát, Jó voltak, szép kis kártyák, jó sok ez tényleg ez a csomag a mennyiségről szól, illetve azért jöttek különlegesek is, és ebből a szempontból egyébként a kis csomag az nekem jobban is bejött, hiszen ott csomagonként volt egy darab valami különleges, ami picit eltér az átlaktól. főleg ez a ruki pak ezt így kifejezetten jónak mondanám, természetesen a nagy pak is adott kettő darab különleges, meg egy zsáknyi sima kártyát, úgyhogy jól néz ki, Hű, de nagy extra nem sikerült nyitni, de örülök, hogy meg tudtam nézni ezt az MVP-s hokis csomagot. Az Upper 2020-21 széria a legújabb, úgyhogy tényleg nagyon zsír. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszene nektek is, esetleg szeretnétek rá beruházni, körülnézni más hokis kártyák iránt az itc a linket megtaláltok a leírásban, illetve iratkozzatok fel, mert hétvégén megyünk tovább egy még durvább, ősok hajnalás bontással. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!